elpöckölt cigarettacsikkek. 150 ezer forintos bírságot is kaphatnak a szemetelők a második kerületben. Növekvő energiaárak. Olcsóbbá válhatnak a magas fenntartási költséggel járó lakások. Kontroll nélkül. Csupán a magyar szülők harmada figyel arra, hogy mit néz a gyereke az interneten. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Akár 150 ezer forintra is büntethetik, aki elpöcköli a cigaretta csikket a második kerületben. A helyi önkormányzat azért indított kampányt, mert egyre többen dobálják el a csikket, ahelyett, hogy a gyűjtőkbe tennék. Eddig már mintegy 30 szemetelőt büntettek meg. Eldobált cigarettacsikkek a második kerület egyik forgalmas részén. A cigarettavégek nem csak azért lehetnek veszélyesek, mert tüzet okoznak, de azért is, mert súlyosan környezetszennyezőek. Többek között arzént, formaldehidet, olmot, hidrogéncianidot és ammóniát tartalmaznak. A becslések szerint egyetlen cigicsik mintegy 1000 liter vizet képes megmérgezni. A második kerületben is sokan bosszankodnak az elpöckölt csikkek miatt, összetakarításuk igazi szélmalomharc. Éppen ezért a második kerületi önkormányzat kampányt indított, hogy megszüntesse, vagy legalábbis jelentősen visszaszorítsa a problémát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy aki eldobja a cigicsikket, pénzbírságot kockáztat, ez ugyanis szabálysértésnek minősül. Kortól, nemtől, mindentől függetlenül egyébként emberek hajlandósak, akár szeszes italtársaságában, akár anélkül dohányozni, és utána nem veszik a fáradtságot, hogy mondjuk itt három lépésre található tőlünk a cigarettacsikgyűjtő, hogy elsétáljanak, hanem hanyagul elpöckölik. Ha ezt egy városrendészünk észreveszi, már pedig észreveszi, akkor igen, oda megy hozzá, és szabálysértési eljárást indít, és 5-től 150 ezer forintos pénzbírságig terjed. Értelemszerűen ez az elején figyelmeztetünk, és alacsonyabb összegű bírságokat szabtak ki a kollégáink, ugyanakkor, ha azt tapasztalják, hogy visszaeső, az elkövető, hogy ilyen bűnügyi szakzsargont hozzak be, akkor természetesen a bírság összege az emelkedhet. Egy hét alatt 29 bírságot szabtak ki a második kerületben a cigicsikkek elpöckölése miatt. A legtöbb szabálytalankodóval a Szél Kálmán téren, a Lövőház utcában, a Fény utcában, a Margit körúton és a Patakhegyi utcában találkoztak a városrendészet munkatársai. A kerület polgármestere azt mondja, a rendszeres ellenőrzések mellett a dohányboltokat is bevonják a kampányba. Az éttermekkel már sikeres az együttműködés. A vendéglátóhelyek üzemeltetői ugyanis vállalták, hogy az előttük lévő járdaszakaszt naponta takarítják. Kicseréltük a kukákat, akár ilyen szelektív kukákra, akár olyanra, amik a csikkeket jól tartják. Vállalták, hogy a kommunális hulladékszállító vagy gyűjtőedényeket nem 5 nappal előtte helyezik ki, hanem csak aznap, amikor tényleg jön a kukás autó, és mi pedig a dohányboltoknak szeretnénk ösztökélni arra. Van pár jó példa a kerületben, hogy tényleg nem csak a saját maguk előtti részt, hanem a túloldalt is felsöprik, ahol megveszik a kisüveges alkoholtól elkezdve, az üdítős dobozon át a cigarettáig a terméket, és azt ott a közelben el is fogyasztják, el is szívják, és el is dobják. Mi azt szeretnénk, hogyha minden egyes dohányboltra, vagy a lehető legtöbbre kirakhatnánk a Tiszta utca gondos trafik táblát, ezzel is jelezve azt, hogy ők felelősséget vállalnak az előttük található közterületért. Hasonló köztisztasági akció egyébként már korábban is volt a második kerületben. A nyár elején az utcákon hagyott kutyaürülék miatt indult figyelemfelhívó kampány. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a kezdeményezés sikeres. A növekvő energiaárak ellenére egyelőre nem zárnak be a budapesti fürdők. Ezt mondta egy interjúban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója. Szűcs Ildikó szerint viszont egyes fürdők rövidebb ideig tartanak nyitva, és bizonyos szolgáltatásokat korlátozhatnak, például kevesebb szaunát fűtenek fel. A cég minden fürdőben részletes energiaválságtervet készít, így kiderül majd, hogyan tudnak takarékoskodni. Létszámleépítés ugyan nem lesz, de várhatóan drágulnak a belépők. Szinte szó szerint felértékelték a pénzüket annak a budapesti pénzhamisító bandának a tagjai, amely ellen most vádat emelt a fővárosi főügyészség. Az ügyben összesen 10 érintettek, közülük 2 500-asokból készítettek 20 000 forintos bankjegyeket. Ezekhez különböző vegyi eljárásokat használtak, még a biztonsági elemeket is igyekeztek pontosan lemásolni. Így a valódihoz megtévesztésig hasonlító 20 000-eseket sikerült előállítaniuk.
A csalók többnyire dohányboltokban, gyorséttermekben, drogériákban és gyógyszertárakban fizettek a hamis pénzzel. Mintegy 10 millió forintnyi hamis bankjegy került így forgalomba. Első fokon másfél éves börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a 30 éves férfit, aki tavaly ősszel budapesti vendéglátóhelyeken fosztogatott. A vád szerint a férfi egy hónap alatt 8 gyorsétteremből, étteremből, üzletből és szállodából lopott vagy próbált lopni. Előfordult, hogy egy éjjel egymás után 5 helyre is betört. Egy újbudai gyorsétterembe az ablakon keresztül mászott be, az üzlet kasszájából 100 000 forintot vett ki. Ezt azonban az egyik alkalmazott észrevette. A budai központi kerületi bíróság ülésén a férfi beismerte, hogy ő követte el a bűncselekményeket. Egyre több vásárló nézi majd meg a lakások rezsiszámláit. Erre számít a Híradónk által megkérdezett elemző. Az energiaárak növekedése miatt a korszerűtlen lakások várhatóan nem drágulnak majd, sőt, akár jelentős árcsökkenés is elképzelhető. Az ingatlanpiac általában viszonylag lassan reagál a környezeti hatásokra, különösen akkor, ha valamilyen okból az árcsökkentés lenne indokolt, ám a vevők gyorsan reagálnak az energiaárak robbanásszerű változására. A jelenlegi helyzet a szakértők szerint az, hogy a használt lakások egy része elavult, túlértékelt és szinte eladhatatlan, egy másik része pedig korszerű ugyan, de a rendkívül magas ára miatt nagyon szűk réteg jöhet szóba a vevők között, mert a piacon található lakásvásárlási hitelek kamatai enyhén szólva sem vonzóak. A következő hónapokban a jó hűszigetelő képességű ingatlanok megtartják az áraikat. Ugye a hűszigetelő képesség alatt ugye egyrészt a falazatot, a nyílászárókat, illetve hát a fűtést, a kazánt, vagy ugye az elektromos fűtést, ugye attól függ, hogy ki mivel fűt, érdemes ugye megvizsgálni, és hogyha ezek mind korszerűek, modernek, akkor beszélhetünk egy jó energiafelhasználású ingatlanról. Tehát itt egy stagnálásra lehet számítani, viszont ugye ez nagyban el fog szakadni a piacnak a másik részétől, ahol ugye ezek a, tehát a hűszigetelésnek ezek a módjai nem állnak rendelkezésre. A szakértő szerint az energiaárak a lakáskeresés módszerét is átalakítják kisé. Eddig az energetika döntött, mostantól pedig az energiaszámla. Vagyis a vásárlók a lakás minőségét, elhelyezkedését és elrendezését ezután is figyelik, ám ezekkel egy szintre kerülnek az utolsó havi rezsiszámlák. Az ingatlanok téli-nyári hőszigetelő képessége, illetve a benapozottság és a körbefűtöttség is. Ahol ezek az értékek rosszak, vagyis komoly felújításra lenne szükség a fűtés és a szigetelés korszerűsítéséhez, ott nagyon jelentős áresésre lehet számítani. Ez mondjuk egy 100 milliós ingatlannál lehet egy 20 milliós különbség, tehát ott egy 20%-os csökkenés, értékcsökkenésről is van szó, ami már nem alkú, hanem egy értékkorrekció, és valójában ennek a problémának a súlyosságát az fogja adni, hogy egy típusú ingatlanról van szó, tehát ezek a hatékonytalan, nagy alapterületű lakások, házak. Az energiaárak miatt egyébként nagyon jelentős visszaesést prognosztizálnak a szakértők az agglomerációban található lakások, házak esetében. A 90-es években, 2000-es években épült ingatlanok ma már egészen biztos, hogy nem hatékonyak. Ráadásul ugye egy következő, úgymond társadalmi szintű probléma az, hogy nagyon sokan több generációval költöztek ki az agglomerációba, és azóta fölnőttek a gyerekek, és valahol vagy az agglomerációban, vagy ismét Budapesten, a fővárosban laknak, és ezek a házak ki is üresedtek, tehát túl nagyok a használóik számára. Tehát ez is egy oka arra, hogy mondjuk nem csak a fűtésszámlát, hanem egyáltalán maga az életteret átgondolja az ember, hogy szükség van-e ekkora élettérre. Ezt a mozgást felgyorsíthatja, ha már említett árkorrekciót, árengedményeket megteszik az eladók, és lassíthatja, ha ragaszkodnak a korábbi árszintekhez. Ha a pozitív reakció lesz túlsúlyban, vagyis olcsóbbak lesznek a lakások, akkor az agglomeráció egy belső megújuláson is átmehet, hiszen sok korszerűtlen lakást újítanak fel az új tulajdonosok. Ezzel együtt az is valószínű, hogy a Budapestről kiköltözés lelassul, ugyanis a gáz és villany árak után mindenki tart a benzinárak drasztikus emelkedésétől is, márpedig az agglomeráció nagy része megköveteli az autós közlekedést. Eddig soha nem látott vasari képeket is bemutat a Magyar Nemzeti Galéria új kiállítása. A szerdától látogatható Ismeretlen ismerős című tárlaton ugyanis számos olyan remek mű is helyet kapott, amely évtizedekig lappangott a múzeum raktáraiban. Ezek az alkotások annak idején közvetlenül a festő műterméből, illetve hagyatékából kerültek a múzeumba. Ilyenek például a Tatai műteremházban festett napfényes enteriőrök és virágcsendéletek. A kiállítás a festő egész életművét áttekinti. Ennek a kiállításnak elsősorban nem az életmű teljes egészének a bemutatása a célja, hanem inkább egy olyan újdonság jelleg, egy olyan új erő, ami részben más megvilágításban is bemutatja a művész munkásságát, másrészt pedig hát tényleg meg lehet ismerkedni ezekkel a szenzációsan új képekkel.
Egy friss kutatás szerint csupán a magyar szülők harmada foglalkozik azzal, hogy a gyermeke mit csinál az interneten. A szakemberek szerint azonban ez veszélyes, mert így a fiatalok akár zaklatás áldozataivá is válhatnak. Kiközösítés, befeketítés, személyiséglopás és sexting. Ezek a kifejezések különösen azóta forognak a köztudatban, amióta létezik az internet, és megjelentek az internetes zaklatások. Otthon, a munkahelyen és az iskolában is kitettek a gyerekek és a felnőttek is, ám a leggyakoribb manapság az online zaklatás. Ez a felnőttek életét is megkeseríti, de a személyiség fejlődésen áteső gyermekeknél a következmények sokkal súlyosabbak lehetnek. A Nemzeti Médiahatóság erre szeretné felhívni a figyelmet internet hotline kampányával. Sajnos manapság fontos látnunk, hogy bárhogy áldozattá válhatunk az online térben. Sajnos nem beszéltünk arról, hogy különböző kockázatkereső magatartásokra lenne ehhez szükség. Mindennapi internet használatunkkal, illetve mindennapi jelenlétünkkel már egyfajta veszélyeztetettségnek vagyunk kitéve. Természetesen ezt a különböző rizikókereső magatartások felerősítették, így a magunkról közzétett képek, vagy a magunkról közzétett videók is növelhetik az áldozattá válás esélyét. Varga Árpád hangsúlyozta, hogy bármilyen rólunk készült videótartalom bajba sodorhat bennünket, attól függetlenül, hogy mi magunk vagy mások készítették. Arról nem is beszélve, hogy egy-egy szerencsétlen felvétel, vagy akár magánbeszélgetés megosztása is kimeríti a bántalmazás tényét. Az elemzőtől megtudtuk, hogy az NMHH segítségnyújtó oldalán egyre több áldozat jelentkezik. Mára már a bejelentések 15%-a erről szól. Különösen fontos látni, hogy a koronavírus az, mint ahogy minden más típusú online bűncselekményt, illetve veszélyt megnöveti, az online zaklatás esélyét is jelentős mértékben növelte. Számszerűen is az internet hotline-hoz beérkező bejelentéseknek a száma az folyamatosan nő. Azt láthatjuk, hogy az online térbe történő átcsoportosulás, tehát így az online oktatás például, vagy az online szolgáltatásnak a kiterjedt igénybevétele, az e-közigazgatásnak az igénybevétele, stb. Ezek mind-mind ugye fokozott online jelenlétet követelnek meg, ezért így az áldozattá válás is ennek fényében nőhet, és nő is. Varga Árpád hangsúlyozta, hogy elsősorban nem a technikai védelem a legfontosabb, hanem az, hogy a szülő kiépítse azokat a védelmi szinteket a nevelése során, amivel a gyermeke védekezni tud egy ilyen helyzetben. Ha gyermekünket mégis zaklatás éri, néhány egyértelmű jel elárulhatja, hogy fontos utána járni, mi történik vele. Gyakran előfordul olyan, hogy nem szeretne iskolába menni, vagy már szorong akkor, amikor hétfőn be kell menni akár, mert ugye már online egyébként hétvégén mondjuk bántották, és ez folytatódik az iskolában is, mert a kétfajta zaklatási típus általában összekapcsolódhat. Aztán titkolózik, nem akarja elmondani, hogy milyen felületeket használ, hogy kivel beszélget. A legfontosabb, amit mindig a hatóságnál és az NMH kommunikációjában is hangsúlyozunk, hogy itt fontos a tudatosítás, és fontos az, hogy nyitottak legyünk a gyermekek problémái felé, próbáljunk meg velük beszélgetni, próbáljuk meg észrevenni ezeket a kevésbé is látható jeleket. Ettől függetlenül az NMHH saját szűrőszoftvert is kifejlesztett, amelynek segítségével a gyerekek online életét a szülő felügyelheti, és lehetősége van bizonyos szolgáltatások letiltására is. A szoftvert az NMHH központi weboldalán érhetik el. Festményeket, akvarelleket, grafikákat és más egyéb technikával készült képeket is be lehet küldeni a Hegyvidéki Kulturális Szalon alkotói pályázatára. A kezdeményezést az Idősek Világnapjához kapcsolódva indították el. A munkákat szeptember 26-áig várják. A beérkezett alkotásokból pedig kiállítást is rendeznek a Hegyvidéki Kulturális Szalonban. Önök a Budai Híradót látták. Műsorainkat a Hegyvidék Televízió honlapján is megtekinthetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!